42 km és 195 méter a távolság Losonc és Salgótarján főtere között. Ezt a távot teljesítették a futás szerelmesei az első nemzetközi Nógrád Maraton futóversenyen augusztus 20-án. A maratoni távot csapatban és egyénileg is lehetett kivitelezni. A nagy meleg alaposan megnehezítette a futók dolgát, így az 5 kilométerenkénti frissítő pontoknak fontos szerepük volt. A nőknél Pap Csilla volt a leggyorsabb, 3 óra 17 perc alatt futotta le a maratont. A férfiaknál pedig Jan Gyurán lett az első, 3 óra 26 perces idővel. A vegyes váltót a salgótarjáni zenitese színeiben a Szőlős András, Behan Anikó, Szurok Balázs, Bartko András összeállítású csapat nyerte meg 2 óra 52 perces idővel. 12,2-t futottam, holdpont az ott Somoskőbe fölfelé. Nem volt holdpontom, de ott azért visszavettem a tempóból. Telek Andris, barátom készít nekem edzéstervet általában. Az ő tanácsai alapján készülök, úgyhogy speciálisan erre nem készültem, de egy héten ötször futok. A szlovák településeken a szurkolók nagy örömmel bíztatták a futókat. Idén Losonc adott otthont a rajtnak, de a tervek szerint ez évről évre változik majd. Örülök, hogy a tarjániák nagyon szépen megcsináltak a befutást, és örülök a jövőri versenyre. Nem tudok olyan szépen magyarul beszélni, de mindenkinek még egyszer nagyon szépen köszönöm a megrendezést. Az első nemzetközi Nógrád maratonon a teljes távon 25 futó, míg váltóban 12 darab 4 fős csapat indult.